szép estét kívánok mindenkinek, gyorsan vágjunk bele itt az ESEA a mérkőzésbe, hiszen Zombiék játszanak hamarosan, nem sokára kezdődik a vétó, úgyhogy gyors, rövid felvezető még mielőtt a mapokat kezdenék bannolni a srácok. Ugye Manage Yourself, illetve az M33 Neymark nevű, X Neymark nevű csapat fog összecsapni. Bocsánat, túlnyomó többségében orosz csapat, sőt szerintem mindenki orosz. Ugye nem lesz egyszerű dolga a srácoknak. Már csak azért sem, mert az elmúlt 4 mérkőzésen, ahogy láthatjátok a képernyőn, sajnos nem olyan eredmények születtek, amilyet a Zombiék elvártak volna, vagy szerettek volna. A HIHA ellen jól indult a szezon, aztán 3 győzelem, ugye, és az elmúlt 7, illetve 4 mérkőzésen pedig sajnos 4 vereség alakult. Hát talán a legszorosabb ugye a Champi Next elleni, aztán jött egy Astra Gaming, hát a Kazar X44, de ők egy HLTV top 100-as vagy 150-es csapatról van szó. Úgyhogy őket emiatt azért nem kell annyira komolyan venni. Míg az M33 X Neymarknak is eléggé vegyes a felhozatala, igazán nem Team Spirit, hanem csak Team Spirit van ott. Lényegében ugyanannyi vinje van, mint amennyi a Zombiéknak, tehát nagyjából egy azonos szintű csapatról lehet beszélni. És akkor nézzük is a vétót, hiszen elkezdik most már hamarosan a csapatok a mappokat kibannolni. Ancient-t már biztosan nem fogunk látni majd a fiúk részéről. Kihullik Anubis is. Most ismét Manager Self-en van a sor. Ugye ilyenkor, ha jól tudom, akkor 2 mapot bannol egyik, aztán 2 mapot a másik. Igen, és... De nem. Hogy van? De nem, később döntik igazából, de szerintem 2-t fognak bannolni, igen. Nyug Vertigo is kihullik, Inferno, és hát Dust 2 meg Mirage marad bent, izgalmas pályák. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy megpróbálják megint Dust 2-t, ugye itt Zombiéknál volt már D2 a szezon folyamán, és akkor gyorsan meg is nézzük majd, hogy milyen map statisztikákkal rendelkeznek, hogyha esetleg arra a pályára megyünk, bár hogyha Mirage-on megyünk, akkor is megnézzük, hogy milyen statisztikákkal bírnak a csapatok. Hát két, mondjuk az egy alapálya lényegében, ami bennmaradt, a D2 talán a legrégebbi, ki nem emlékezne még akár az 1.5, 1.6 szor, stb.-ről, de végül is Mirázs lesz a mi mapunk, úgyhogy nem sokára elindul a csatlakozás, és Mirázson a jó hír, hogy a Manage Yourself 77%-os, bár azért, illetve nem, bocsánat, azért ebben már benne van mindenféle eredmény az idei szezonból, a korábbiból, stb. Tehát a Manage Yourself minden összeállításában elkészült, vagy lejátszott mérkőzésekről van itt szó. Még ugye a Neymarknál, M33-nál, hát Inferno viszi a prímet, de igazából, hát a Mirázson eléggé sok pályát játszottak, viszont csak 8 alkalommal tudtak 14 meccsből győzni, úgyhogy nekik csak 57%-os a win rátájuk. Többi napot annyira nem is erőltették, ha jól nézem. Talán még Anubis ugye, ahol 17-szer léptek szerverre, de ott is igazából csak 47%, úgyhogy én azt gondolom, hogy Mirázson meg lehet őket fogni, nyilván koncentrálni kell, és oda kell tenni magukat, úgyhogy nagyon remélem, hogy meg lesz akkor az 5. győzelem, illetve a 4. győzelem is itt az 50. main szezonban, az SEA, yes, SEA rang turnamenten. Na, ebből most nem jöttem ki. Szóval a lényeg az, hogy az SEA 50. szezonjának 10. fordulója a Manager Self, illetve M33 Neymark között fog zajlani. Mirázs lesz a pályánk. Én becsatlakozom nem sokára, és a srácok is, és amint mindenki készen áll, jövünk vissza.
az komoly, azért ezt meg kell mutatnom mindenkinek, még nem indul a kör, de ez micsoda. Na hát a Counter-Strike nevű játékot látjátok, és ahogy éppen szambázik az egyik játékos, szerintem, hát ugye Krulli szemszögében nézzük, vagy Scorch, vagy pedig Szelex. Nagyon jó a csípő mozgása. Na, de még nem érkeztek meg a játékosok, meg még én is csatlakozom, mert persze bagos, de mindjárt jövünk vissza.
Na kérem, és már is robogunk a késkörrel, most semmiféle mókázás, nincsen csípőrázás. Ezt mondjuk ezt így nem értem, elvileg nem kéne, hogy kapjon saját damage-ot a izé, de fészíten a játékos, de mindegy, saját csapatástól, késkörben. Jó, hát Spocs, akkor meghalsz Alexnek a segítségével, illetve közbenjárásának köszönhetően részben. És hát 1v3-ban marad Zsolti, aki próbálja menekülőre fogni. Mihályék pedig nyerik a késkört, úgyhogy az M33 fogja eldönteni, hogy hol szeretnék kezdeni majd ezt az összecsapást itt Mirázsom. Bárki és körben is van team damage. Az mondjuk jó, hát akkor ezt jó tudni. No! Köszönöm szépen. Én azt hittem, hogy nincs. Mert ugye egy fészit lebonyolítás, itt a fészit szervereken játsszák ugye a mérkőt. Na mindegy. A lényeg az, hogy az M33 X-Neymark CT oldalon fogja kezdeni Mirást. Manager Self, az a Selexék pedig támadni fognak. Úgyhogy nézzük, hogy a papírforma az majd bejön-e, tehát ugye 74%-os winrátája van a Manager Selfnek ezen a pályán, míg ugye az orosz ellenfélnek csak egy ilyen 51%-nehány volt, úgyhogy minden lehetőség, meg esély megvan arra, hogy behúzzák ezt a mapot, és a kisebb hullámvegyet követően, illetve a hullámvegyet meg tudják törni, ahogyan tegnap úgy láthattuk Kiméktől is, ugye Kiméknek kellett egy győzelem, egy nagyon nehezen kiszenvedett győzelem végül, ajaj, közben Dimitri meg megvan az első Zsolti, itja, hát és érkezik Kuli viszont még Palaszból, úgyhogy egyet el tud csípni, Scary-t. Nézzük, 3v4-ben lekerül a bomba, mert mint a CT-k szemszögéből, ki van füstölve Koni, de Koniban most már kizárt midre, illetve kinéz midre Scorch. És hát van információ két játékosod is, egy tiketen, oppá. Splice ad egy fejes Zsoltinak, 3v3, Diffuse Kit egy játékosnál van, Mihálynál van egészen pontosan, és ezt korcsak menekülnie kell. Ajaj, rá tudnak tapadni így a bombára, nem tudnak rátapadni, mert GBK egyet elő, Kruli GBK is még egyet. Mi volt ez a durroktatás itt a végén? Pont lemaradt az autodirektor kb. Minden hitről, illetve minden fejesről, de nem baj, az a lényeg, hogy megvan az első kör. Igazából könnyen meg lett az A támadás, szépen kilettek zárva a CT-k. És utána azért itt egy-két válasz még volt a ték kijére, vagy kijeire. Tehát meg voltak a trédek. De aztán jött GBK, illetve Kruli, és hát nem ismertek kegyelmet, úgyhogy lerendezték itt a három életben maradt utolsó CT játékost. Hát csak az Alexiknél már ott van a Galil, és egy nagyon szép hitet oszt ki Mihályra ablakba, amit ugye elfüstöltek. Ő a sorta kéne számítani, de sorta számít Selex, meg van Splice. Papja Molit, hát azzal a Zeusszal nem biztos, hogy fog hitelni. Na nézzük, hogy Mihálynak lesz egy kill, lesz bizony. Második már nem. Jön Kruli, aztán GBK is még Dimitrikét is elhúzza, és lekerül a bomba. Ezúttal B-site-ra 1v4-ben, és hát CT, Scary pedig itt van kint. Hát jungle-nél a konnektort figyeli, hát ha innen fog érkezni valaki. Meg lesz a második kör is így a Manager Selfnek. Nagyon szép. És még négy fegyver ki is menekül. Egy kis türelmet kinek is, mindjárt jövök vissza, de hát soha nem volt ilyen, de valami történt, na mindegy, egy-kettő percet kérek, kommentár nélkül fogjátok addig nézni, és ne haragudjatok.
Hű. Bocsánat, nem vagyok itt három körig, aztán már fordít az M3-33. Ne arugjatok, nem volt még, vagy nem történt még valami ilyen, ami az elmúlt pár percben. Nem sokkal a közvetítés előtt vacsoráztam egy kis kínait, ami nagyon finom volt, de nem hiszem, hogy az lett volna, vagy az lett volna, de hirtelen. Hát szólított a kötelesség, na, ha értitek, mire gondolok. Na de lényeg az, hogy én most már úgy, jaj, megkönnyebbültem. Hát megkönnyebbültek az oroszok is, nagyon úgy néz ki, hiszen 3-2, nem tudom, hogy a második kört követően itt mi történt. Ez ugye valószínűleg az első fegyveres vásárláson megvolt a CT-knek, és rögtön hozták, és utána pedig folyamatosan, utána ekkultnia kellett a Manager Self-nek gyaníthatóan, és hát most pedig teljes körön vannak ők is, de 4v2 alakul ki, Mihály már kitolta Andert, és hát Zsolti pedig egyedül marad itt apiban. Társadal nem igazán tud számítani, aki hát Scorch lőrkölt volna, de... Hát na, ez most amúgy, ez pont olyan volt, mint amikor mostanában én játszottam Kavát Petivel, akár Premier Face és a többi, hogy így egyszerűen nem adja. Tehát, hogy valahogy így félre megy, pedig hát ez a Scorch nem a... az én szintemen lévő játékos, hanem nálam azért sokkal jobb. És hát nem tudom. Na, szóval ezért is mondtam azt még itt a mérkőzés előtt a Settler stream elején, mert ugye ilyen 5 óra után, nem fenyegető 5 óra után, nem is tudom, mikor volt, mikor kezdtem, 6 körül, hogy az utóbbi napokban nekem annyira elegem lett a cséből, tehát akár Premier, MM vagy Faceit szintjén, ugye mindegyik, hűha, az nagyon jó néd, 3-as, 4-es nédelés volt ablakra, GVK pedig jön tovább, jönnek konnektorból, tolják fölfelé, Splice, viszont tud shortról trédelni a csapattársakra, a bomba nem kerül le, de lekerült a bomba, 3v1, hát jó, ezt végig is a maxot kihozták ebből, amit lehetett, 2 fegyvert elvettek, volt plant, szóval nyilván aki alacsonyabb szintben van, mint én, ugye premiére, mit tudom én, 15-6k között mozgom, a hát Faceit-en meg ilyen level 3, talán, de hát ilyen szólóban meg duóban egyszerűen képtelenség annak jönni, mert Faceit-en rengeteg smurf van, premiére nem emem, rengeteg csaló van, és elegem lett, tehát hogy nyilván lesznek csékasztok is majd, tehát azt nem érinti egyértelműen, vagy természetesen fogok majd azért csézni is néha, de szerintem ilyen egy-két kört így megnézek majd naponta, és hogyha ha ugyanaz van, mint ami eddig is volt, illetve az utóbbi napokban volt. Én a tegnapi nap folyamán életemben másodjára letöltöttem a Valorantot, most ezúttal több pályát játszottam már, Kabát Peti segített így kiismerni nagyjából, de hát még azért rengeteg mindent kell tanulnom, de például ma már egy-két mapot játszottam, és már egy az utolsó mapra már úgy hát egy karakterrel ugyan, de egész jól ment a dolog, úgyhogy hát akármennyire szégyen vagy nem, vagy kitagadnak ezért a csés közösségből, ugye azt mondják, hogy a Valorantban talán ugye jobb az anti-cheat, és hogy kevesebb a csaló, vagy hát nyilvánvalóan csinálják. És a mechanikájára egész hamar ráéreztem, mert például most, amikor szólóba mentem egyet még délután, előtte Kabáttal 2-3 kört nyomtunk, szólóban már második voltam a frag listán, ilyen nagyon komolyan 18-9 kill-t pakoltam le a, mit tudom én, mi volt a neve a pályának, ami ilyen jeges volt, Iceland, vagy Ice World, vagy mit tudom én. És hát oké, olyan, amilyen, mese, stb. De na, közben Krulieknál megvan az egyvén, úgy néz ki, hogyha ha nem a sérről beszélek, akkor jól megy a srácoknak, úgyhogy úgy néz ki, hogy akkor meg lesz most már a harmadik köre a Manager Self-nek. És B-re beviszik a bombát. És hát Scary pedig itt marad CT kezdőn. Szóval ez mondjuk egyúttal azt is jelenti, ugye elmondtam a Settlers 3 stream elején, hogy lehet, hogy egy kicsit így belerázodom ebbe a valorantos világba. Nyilván unlockolnom kell egy csomó karaktert, de most így szépen karakterenként akarok. Most csak kifejezetten egyel megyek, ezzel a Brinkman professzorral, és utána mindenkinek kitapasztalom a képességeit, játszogatok velük, és akkor utána így haladok majd szépen lassan tovább. Nem hajt igazából senki, és egész jól éreztem most már, így mondom, a legutolsó gémem. És ja, ez ugye azt is mondja maga után, hogy akkor láthatóak lesznek majd itt a Tech Barát csatornán később. Nyilván még nem a következő napokban, hetekben. Valorant streamek is szerintem, mert hogyha így belejövök, akkor miért ne? És hát majd a chat meg meglátjuk, amikor a Valve majd rendbe rakja a vacot. Ha rendbe rakja, ha nem, akkor meg... akkor így jártak. Akkor néha így rápróbálok. És hogyha kettőből két meccsen lecsalnak minket, vagy leszmörfölnek, akkor...
akkor jön a Valorant. Tehát nem, nem, egyszerűen én, nekem ebből megy, elegem van. Tök jó játék, tényleg szerintem, amúgy nekem találták ki. Kamaszkorom óta, illetve egyetemista korom óta játszom, egyöttel kezdtem, tehát tényleg a tempója nem, nincs túl bonyolítva, a taktikákat is tök jól, azért meg lehet tanulni, el lehet sajátítani, nem annyira bonyolult, a utility-k, stb. Minden nagyon jól ki van találva, nem egy ilyen pörgős játék, mint a Call of Duty, nem kell rohanni, csúszni, és mégis ez az a játék, amit rengetegen elrontanak, a rohadt sok csaló, nagyon sok smurf. Most nem is emelem ki a nemzetiségüket, mert nyilván van mindenféle nemzetiségből mindegyik kategóriából, tehát nem csak, de nyilván hát a Szerex kapta a fejére azt a nédet, tehát ott állt előtte, tehát nem is értem, hogy ez hogy, ez most jó itt az elképzelés. Na mindegy, 5-3 most az állás, 33-nak vásárlása van, Zsolti viszont 2K-val köszön be. Ki tud a füstnek köszönhetően még menekülni, úgyhogy a VP-s innen ablakból, mert az enemy VP-s nem fogja elkapni. Szerex, még mielőtt a füst eldurrant volna. Dimitrikét el tudta még csípni itt konnektorból, és GBK már itt van amúgy Szájton, Ászájton, sőt, igazából Palászból, sőt, már fönt van Palászban csapattársa Krulli. Úgyhogy rámpáról érkezett a bomba, érkeznek a társak, és konnektor most jön föl. Konnektort nem tartja le? Nem tartja le konnektort! Tehát miért nem tartja le GBK konnektort? Ó, Istenem! Jó, hogy oldalba tudja legalább lőni, 1v3 kialakul, meg lesz a kör, de hát... De hát nem kezd volna elhullani annak az egyszerű játékosnak, szegénynek. Na mindegy. Kicsit most feláldozta a csapattársát. Akaratán kívül is, nem számított arra, hogy konnektorból jön majd társ, mint hogy enemy. Ezt mindenképpen hallott a GBK, hogy itt ledör környékén lépte el magát az utolsó életben van a játékos Scary, és hát tartja amúgy, csak a blokkot fogja tartani, nagyon jó, ez így nagyon jó, ez így nagyon-nagyon jó, így is van. És köszönjük szépen GBK, ja nem, nem ez a Zsoltián, ott volt még a VP. Megvan a negyedik kör, úgyhogy így a fordítást követően most a Yourself kezd egy hajrába, illetve felzárkózásra. Még kicsit még csípi. De nem tudom, ilyen gyorsan az ilyen leves átmegy, nem hiszem. Na mindegy. Átfolyt rajtam a leves. Úgyhogy nézzük a tizedik kört, ahol hát ugye kimentett VP mellé, most nem mentett ki VP-t, Scary még vásárolt VP-t, de utility nincsen, mint olyan Dimitrikénél sem, ugye az M4 mellett. Többének pedig MP9-ek, illetve még egy M4 Splice-nál, úgyhogy hát eléggé felemás a vásárlás, kevés utility van a CT-knél. Úgyhogy ebben a körben adott minden ahhoz, hogy megjön az egyenlítés. És hát Mihálynak le kell tolniuk, illetve valahol információt kell szerezniük, hiszen ugye a gyengébb fegyverek miatt oda kéne összpontosítani, vagy csoportosítani a Firepower-t, ahol nagyobb eséllyel fognak majd jönni, és hát most ezzel igazából így, hogy letolta, nézzetek még Mihály, mert lent van rámpán, tékező felé is elindul, itt számítanak, illetve hát nem tudom, miért nem számítanak arra, hogy esetleg ez egy B-támadás lehet. Ketten vannak itt B-ben, kiugranak házból, és egyelőre még az api védő Jarkin nem bukott le. Backside el lett lőve, Jarkin egyet ellő, na jó, hát ugyan Krulli bánta, de Szerex tudott trédelni, ajaj. Jó setup volt, felállnak azért trédekre a srácok, de ezek mondjuk elkerülhetőek lennének. Zsolti pedig már tartja hátban, de nem kellett volna elvenni, Zsolti! Zsolti, fordulj már vissza! El fogja lépni, és... Uff. Hú, gyerekek. No, megvan az egalizálás, és jó hír, hogy ebben a körben Mihályék nem tudtak vásárolni, úgyhogy a vezetést is át tudjuk venni. Igaz, hogy ott van 3 dezi, sőt 4 dezi a CT-k kezében, úgyhogy arra azért elegendő volt a pénz, hogy 2000-ig ugyan le tudtak vásárolni, de a dezik ott maradtak, és űha, Jézusom, egy Zeus kill Zsoltira, és bedarálják. Ráadásul Zsoltinak a felvett VP-vel egyből lő egyet, vagy még egyet Scary. Hát ezt nem hiszem el.
A neheze megvolt, mert mint az előző körökre értem, hogy megvolt a comeback, és hát ott szerintem el fogja. Szívesen. Sajnos az előny ismét az MH33-nál, és hát utolsó kör, tehát mindenkinek vásárolnia kell, de jó hír, hogy van is pénze, vagy volt is pénze Szelekszéknek arra, hogy vásároljanak fullosan, úgyhogy 4 darab meg kell, Zsoltinál ugye a VP, és hát talán mindenki utility-vel, még egy 4, így is van. Egy gyors rámpa akciót bevinni, Dimitrike, ó, kettőkát is el tud húzni, hát Kruli most válaszol rá, de jönnek konnektorból is plyzék. Még mielőtt a füst, sőt, nem is volt jungle füst, hát ez így 3v1-ben Zsolti számára igazából nem gondolom, hogy megoldható helyzet, nem csak azért is, mert a side közepén kiesett a bomba, egy még megvan, és ott van a mészkos, ezt büntetik sajnos, úgyhogy szóval nem 6-6-tal, hanem 7-5-tel fogunk fordulni, hölgyeim és uraim, úgyhogy egy kisebb hátrányt szedtünk össze, de hát alapvetően ugye, ha abból indulunk ki, hogy az M33 választott oldalt a késkört követően, akkor végül is ez egy eléggé hízelgő eredmény, hiszen lehet, hogy a támadó oldaluk nem annyira erős, és hát ugye védekezni ezen a pályán egy fokkal talán könnyebb, mint támadó oldalban lenni. Úgyhogy nézzük is, hogy Splice-ék mit fognak kialakítani. Érkezik egy ablak füst. Az oké, ketten lejöttek már amúgy underbe, az nem biztos annyira jó, mert Zsolti és Szelex, mert hát nagyon nyitki, hogy ára fognak majd érkezni a srácok. Jönnek föl Koniból, ha is kapja a teget Krulit Firebox mögött, érkezik Dimitrike Palace-ból, Krulit elcsípi, és ott lényegében áll Sight, megvan, uff, under Palace alatt GBK is elhullik, hát Scorch pedig itt próbál, op, egy fejes azért beakad, ez szép volt, tehát mindenhonnan is jönnek Mihályék, brutál, brutál, ahogy szét tudtak szórodni a pályán. Hát Zsolti még egyet tud szépíteni, Járkin elhúzza Szelexet, és akkor nézzük megint Zsoltin van a, hát ha nem is a világszeme, de hát a szemeink. 39 HP, igazából 3 Glock ellen kéne ugye van, amit sőt, na, egy még azért megvan, Járkin. Hát és igazából ennek már így nem lesz meg. Ugye nem volt devkit sem, úgyhogy megnyeri a pisztolykört is a fordulást követően az M33. Bocsánat, és mivel ugye volt plant is, ezért hát jöhetnek az AK-k, Galil, Tech Nine, ez megtem, bocsánat, és hát ez a screen-nél nincsen sem SMG, sem pedig más fegyver, csak egy pisztoly. Hopp, spotolva lett Scorch, és ez is lett tőle füstön keresztül itt Koniban. Érkezik gyorsan, házkiugó, Dimitrike, Dimitrike mit lő? Édes Istenem, közben jönnek sotról Mihályék, letisztázzák Ninját. Mert a plant, hát ott van igazából apiban, Rudi egyet még szépít, ahogy az előző körben is megtették ezt Zsolti révén, de ott igazából a 9. kör is landol az M33 mellett, úgyhogy hát gyorsan megvolt a Koniban a nyitó, és érkezett a B-kerítő tulajdonképpen, és Dimitrike hatalmas nagy köröm volt. Igaz, hogy Echo kör ellen, de azért mondjuk ráugrik két CT-re, és nem tudják előni, legalább az egyikőjük, aki ugye másodikként hullott el, az mondjuk egy kicsit fura, de hát biztos áll neki, szerencsétlen helyzetbe kerültek, vagy szituációba. Na, és akkor Zsoltéknál ugye most van fegyveres kör. Zsolti még ki tudja amúgy midet tolni, illetve Under, a need az amúgy érkezik, robbantják ablaksmókot. Na, Dimitrike pedig jön, na ez az is Krulli tud lőni egyet, megvan a nyitó kill. Van egy Béla őrkünk ugye Járkin személyében,
Én már rátolt a füst, azért itt van füstben, nem, hát is tolta már. Jajajajaj, zombi, elhullik, de nem hiszem, hogy számítani fog majd rá. Nem számít még rá. Ja, oké, megvan Szelexnek. Továbbra is emberelőnyben vannak a CT-k. Mihály kap egy keveset, de jön Splice konnektorból, és igazából a bomba az most így most már jöhet T-kezdőről, hiszen Connie is, illetve A site is megvan defaultról, dobja a molotovot Mihály. Hát most le kell tartani, be kell várja a csapattársát Szelex. Bocsánat, nem GBK. Ó, Jézusom, és füstön keresztül Mihálynak ott van a második is. Szelex még egyet tud megint lőni, de hát 20 HP-n van a magyar Rifler, és az információ megvan róla, és hát amilyen jó timingot fog, tud majd el. Láthattok is. 15 ezzel az M33-nak. 5 kör a különbség, és 3 kell ahhoz nekik, az orosz csapatnak, hogy megnyerjék ezt a BO3-at. És akkor látunk egy B kontaktot? Úgy néz ki, hogy egy kontakt B-t, bár nem most ketten minden, hát lehet, hogy megint egy kerítőt akarnak, amit már pár kör ezelőtt eljátszottak, és az Echo ellen tulajdonképpen ezt meg is teheti. GBK el tudja Splice-t lőni, de a többieknek viszont nincsen esélye. A, vagy B-szájt már megvan, kiugrottak házból, Dimitri elfoglalt a sortot, és itt igazából Scorch marad egyedül itt konnektorban. Ezzel a CZ-vel hát információja van, és még ez a CZ sem adja be. Úgyhogy ez sajnos áll neki. 11-5 ezer, és nagyon közel az orosz csapat ahhoz, hogy megnyerjék ezt a meccset. Hát valami itt a, nem tudom, az 5-5-ös állást követően, ugye amikor meg lehetett volna a kör, tehát 6-5-re a menedzser szervezetett volna, ott ugye átvette a vezetést az orosz csapat, és aztán még az utolsó kört is el tudták hozni. Tehát itt akár legalább egy 6-6 lehetett volna forduláskor. Nem mondom, hogy ez hiányzik most, mert hát láthatjuk, hogy 6 kör most már a különbség, tehát támadó oldalon is nagyon erősek az oroszok. Hát hajrá Szelex, igen, de hajrá mindenki, mindenkinek kell a szurkolás. Na, Szelexnél viszont ott van most egy kill, és GBK pedig megnyitja a kört ugye Mihályra. Dupla emberedményben vannak ezúttal a CT-k, Splice érkezik majd innen Connie felől. Míg a többiek, hát egy, van egy Tetris lörkünk, illetve érkezik majd Rampárról még Dimitrike a 10 HP-jával, úgyhogy megpróbálják majd bevinni az ezt. Aj, nagyon jó volt a flash GBK-tól. Szelex, egy újabb kill. Na, Splice-ra nem biztos, hogy számítottak innen Connie-ból, de most már tudják legalább, hogy ott van. Auha, azt is tudják, hogy Zsoltjának megvan, és közben Krulli pedig Splice-t el tudja húzni. Úgyhogy... megvan a hatodik kör. Most kell megkezdeni a zárkozást. Mindenképpen most lesz itt, vagy van itt az ideje, hiszen hogyha 12 körre jutnak az M33-osok, akkor lényegében itt már azt gondolom, hogy nem lehet... hát nyerhető, reméljük, hogy nyerhető. Elég nagy még a különbség, és ugye a... az M33-nak már csak 2 kör kell ahhoz, hogy húzzák. De hát reméljük, hogy találnak valamit. Én őszintén megmondom, eléggé hullámzó volt itt a, ezen a pályán legalábbis a Manager's F teljesítménye eddig, mind CT, mind pedig korábban a T oldalon. Vannak nagyon szép megoldásaik, aztán egyszer csak ilyen részben unlucky szituációk miatt is, vagy bal szerencse miatt is, de részben rossz döntések miatt, vagy például akár ilyen misszek miatt is. És Zsolti, amikor éppen menne vissza, akkor el tudja őt lőni. Splice. Fú, az egyik legértékesebb játékosunk, illetve hát legértékesebb fegyverrel. Sorton kiesik. És Krulinnál ugyan volt egy kill. Nagyon jó a need, viszont Dimitrikére, illetve félig meddig. Ajaj, ott menekülni kell GBK-nak, így van. És GBK valahogy, mint hogyha érezte volna, hogy föl kell píkelni Palace-ra, ahol rejtőzkedik amúgy egy játékos Mihály személyében. Hát ez egy ákerítő... Ne, de most miért? Miért kell, gyerekek? Megint kifagy ez a szar. Kerüljön, és GBK-t lehet ugye tékezni húzni, Scorch pedig válaszol, úgyhogy
Bombarázású hullik itt tékezdő felé ér, rám, vissza kell kanyarodni a Mihálynak, és szerintem ezt ellépte. Skorsnak megvan Mihály, és hát egyedül marad Járkin, aki ugye B-site-on hát lörkölt, de erre pedig Krulli számít, jön konyhából és ellövi őt is, úgyhogy megvan a hetedik kör is, 7-11 ezzel. Nagyon pörgetik ezek az oroszok a dezit. Értenek a fegyverekhez. Hát látszik is amúgy a statjaik alapján is, illetve hát nézzük meg, Mihály a húzó ember 17 killel, 17-11-es KD-ban van. Sőt, nem is Dimitri, aki 18-elő egyen megelőzi csapattársát. Na, érkeznek ketten amúgy minden, és hát eléggé hamar el is tudták foglalni, ugyanis ki lett ablak smókolva. Már Koniból jön föl Dimitrike, ugye a top fragger. GBK eléggé passzívan tartja sortot, úgyhogy hát itt a 3B-s védelem, itt a fullos fegyverekkel, ajaj. Ez áll neki. Hát van egy darab lurk itt shorton, az most még GBK-ig el lettek foglalva, és Járkin közben jön és elhúzza Scorch-ot is. Az egyszem lurk meg igazából még két embert ott tart B-site-on, tök üres az A. Hát mindjárt fogják realizálni, hogy ez az olyan A támadás lesz, majd így is van. És hát innentől kezdve igazából ezt már így nem is fogják megpróbálni, mert csak azért sem Scorch-ék, mert Szeresznél ugye nincsen pénz se Scorch-nál, úgyhogy Krulli, illetve Zsolti tudnak majd dobni egyet-egyet. De hát ugye a rossz híra az, illetve a nehezebbik fele az, csak most fog következni a legnehezebb része a mérkőzésnek, ugyanis 7-12 lesz az állás, 5 kör előnyben az M33, és ha úgy tetszik, akkor mondjuk azt is, hogy 5 lehetősége van arra, hogy befejezze, lezárja ezt a meccset. Hát ez eléggé kényelmes. Krulli ugye még itt Splice-t ellövi az AK-jával Apiból. De hát is ráadásul nem is hoznak ki annyian. Zsolti meg. Jajajajaj! Oké, úgy Krulli. Nem még tudott válaszolni Dimitrikére. Na, Denix, továbbra is azt mondtad, hogy nyerhető? Láttunk már hasonló comeback-et. Én most sajnos nem érzem ebben a csapatban, illetve a Manager Self-ben, hogy valami nem működik, vagy lehet, hogy az ellenfél ennyire jó, nem tudom. Érted? Hát akkor legyen úgy. Én is, én mindenkiben bízom, tudod, vagy tudjátok, hogy jól szurkolok Szelekszéknek, de hát nagyon úgy néz ki, hogy hát egy lépéssel közelebb kerülnek a TK-hoz, hogy befejezzék a meccset, sőt! Hát Krulli Járki még épp, hogy vette a hátáról a fegyvert, és Mihály pedig GBK-t lövi el. Hát tudják, hogy ott van Járkin, kiugrott B-apiból, azt pedig leköti ugye Zsoltinak a figyelmét a VP-vel, amilyen balszerencsés még a VP-t is el fogja majd lőni. Itt elhullik Telexászájton, és hát igazából hamarosan vége is lesz itt a mérkőzésnek. Szerintem már mennek sajnos a gégézések, démon módon, igen. Hát valamit itt találtak az oroszok, nem tudom, hogy... Na, az még mondjuk egy szép kill volt. Az ott egy miss volt, és hát 13 héttel vége is van sajnos a mérkőzésnek. Nem jött be. Nem jött össze a győzelem. No, hát akkor nézzük is meg, hogy van-e, nem tudom, hogy írta nekem itt zsombia. Valamikor, nem ír, de itt van. Itt a zsombor. Halló. És már látunk is. No, én hát szép estét. Szép estét. De hogy nem? Egy háborút vegyél ki, légy szíves a nulla elől, kérlek. Ja, tényleg várj. Yeah. Nem így írtad soha? Nagyon tükkös. Nem? Pedig mindig így volt. Csak most tettétek észre. Soha az életben. Ja, mert ez hát sor. Ja, volt. Tényleg. Én tényleg ez a németes. Igen. Bocsánat. Szóval. No, hát ötötig nagyon szépen haladtatok, sőt, tehát igazából az első fél idő első része alapján én azt gondoltam volna, hogy nem okozhat itt problémát. Sőt, ugye emlékszem, hogy ötötnél talán egy ekukör, vagy valamikor egy ilyen enemynek egy ekukörét, illetve ekukört tudtak hozni. Lehet, hogy ez nem az volt, de ott a lényeg, hogy ötötnél meg volt az esélyetek, a 6-5-re is, de aztán pont nekik lett meg, és utána még egyet behúztak. És a T oldal, mert mint az enemynek a T oldala, az meg... Hát az valahogy nem jött össze asszonyverőben. Ja igen, a trikó asszonyverőben, igen.
nem igazán jött össze. Hogy láttad így belülről ezt a meccset? Hát most elkezdtünk Mirázson új dolgokat próbálgatni, úgyhogy szerintem egy kicsit ennek is a rovására ment, de hát ez ilyen, sajnos ezeket muszáj néha kipróbálni, ugye egy éles meccseken is, mert a Mirázsunk az eléggé gatyán ment mostanság. Egyébként talán ez most egy olyan meccsünk volt, hogy szerintem inkább egyénileg voltunk szarok, mint csapatjátékban. Nyilván volt azért egy-két ilyen szírszar megmozdulás ilyen csapatszinten is, de most inkább azt éreztem, hogy szimplán csak nem vagyunk ott annyira szerben, ahogy lelőjük őket, aztán ja, egy-két miszkom, mások volt a végére, nyilván aztán nem fért így bele. Hát, meg hát, hogy orosz csapat már megint, miért is lenne más, és ahogy elnézem, mondjuk azt mondom, a következő egy brit csapat lesz majd amúgy, de arra majd egy picit később. Hát igazából ugye négy győzelmetek van már, ha jól emlékszem. Tehát tulajdonképpen három. A bemaradás három. Akkor az, ahhoz még akkor egy győzelem kéne, mert ugye tavaly azt hiszem négy kellett ahhoz, hogy bemaradj az biztosan ugye a mainben. Van még hátra bőven mérkőzés, meg ugye forduló, egészen pontosan ugye három, hogy a kérdés igazából az, hogy itt ugye mondtad, hogy próbálgattok Mirázson dolgokat, rámentek esetleg majd a hátralévő három fordulóban, így mondjuk valami biztosan, mert hogyha gondolom azért nyilván a hátralévő három meccsen nem a próbálgatással akarjátok eltölteni itt a dolgokat, mert az eléggé kockázatos lenne. Tehát van-e olyan pálya magyarul, vagy pályák, amit hogyha azért előhúztok, akkor azt mondjátok, hogy a hátralévő három meccs közül azért legalább az egyiket azon mondjuk meg tudjátok nyerni. Nyilván az enemi függés tudom, de hogy ha itt most a pályákról beszélünk, akkor van-e olyan, amin azért megvan már a kész taktika, vagy a taktikák, és azért ott ilyen baszók vagytok. Én egyébként azt gondolom, hogy igen. Most az más kérdés, hogy kezdem azt látni, hogy így a Mirázs D2 vonalon kívül igen, csak nehéz bármi mást játszani egyébként ebben a csodálatos ligában. Egyébként a D2-vel feltétlenül baj nincs, de ja. Nem tudom, igazából én azt gondolom, hogy most az sem feltétlenül baj, hogyha, mert az a gond, a Mirázsra úgy éreztük, hogy amúgy úgy kinda fel voltunk készülve, de azzal most már itt pracokon szembesültünk, hogy annyira nem működik jól, ezt most muszáj egy kicsit átjáratni valami másra. És hát most igazából ilyen szempontból szerintem mindegy, hogy itt kell official-ökön kipróbálgatni az új dolgokat, vagy mert a következő szezonban elnézést. Semmi. Ez a baj, hogy a prac az mindig teljesen más, tehát hogy az nem igazán összehasonlítható ilyen szempontból, máshogy játszik az ellenfél, máshogy játszol te is, úgyhogy igazából ja, ez sajnos ilyen, hogy néha erre rámegy egy-két mérkőzés, bízunk benne, hogy minél gyorsabban tudunk ezekből fejlődni, aztán ja, igazából meglátjuk. Azt írek Rudi, hogy 6 meccs van még hátra, vagy ő most már rájátszást is beleszámolt? ennyire volt 6 meccs, ez hogy lehet? Nem tudom, hogy volt. Nem, mert lehet, mert ugye volt 2, ami elmaradt még, de akkor sem jön ki a... Igen, 14, de most ez volt a 8. meccsünk, 14 meccses az 14, úgyhogy... Akkor tényleg 6. Igen. Ja, jó, igen, jó. Igen. Hát akkor még... Igen, igen, van hátra, hát és ugye 2 lett elhalasztva, igen, igen, igen. Igen, hát ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor még szerintem playoffra is be lehet csúszni. Azt mondjuk nem gondolom most jelen pillanatban, hogy ez reális elvárás, de mondjuk, hogyha két kemény meccset meg tudunk húzni, most itt a következőben már jó napunk van, vagy tényleg van egy kis szerencsénk, vagy szimplán csak szarabb az ellenfél, vagy bármi egyéb. Teszem hozzá, hogy amúgy az elmúlt, tehát hogy ezek sem, meg az ezelőtt ilyen nem is sem volt jó, de tehát hogyha most ott két masszív ilyen magabiztos győzelmet be lehet húzni, akkor ez biztos, hogy dob annyi lendületet, hogy akkor ott még a végére is meg lehet érkezni, de az nyilván egy ilyen nagyon jó szenárió lenne. Hát legyen így. Még utolsó előtti kérdés, mielőtt még a csütörtök, vagy mi ez, milyen nap van? Nem, van csütörtök, a jövét keddiről beszélünk. Tegnap Kimtől is megkérdeztem, hogy nálok is kb. Hasonlóan a Violetnél is hasonlóan indult a szezon, ott egy kicsivel talán több győzelem, talán 4 vagy 5 győzelemmel indultak, de utána nálok is jött egy ilyen hullámvölgy, és ők tegnap tudtak ebből, hát most úgy néz ki, hogy kimászni, mert ugye egy eléggé szoros, meg egy nagyon izzadós győzelem. Ászni. Egy eléggé... Ja... Igen, tehát hogy kijönni ebből a hullámvölgyből, 12-6-ról visszajött még az enemi OT-ra, és azt a második OT után végül is ki még behúzták, és akkor így megkérdeztem őt arról, és kíváncsi lennék arra, hogy így, bár még nincs vége a szezonnak, de hogy te így hogyan látod azt, hogy ugye indult a, tök jól indult a szezon ugye 3 győzelemmel, és amúgy tényleg tök jó játékkal, és ugye bizakodhatok ti is, hogy Krulival ugye most már készen van, akkor megvan az 5-ös csapat, ugye a tavalyi szezon az ilyen felemás volt ebből a szempontból, ugye itt még cserék voltak. Kb. Ugyanez volt Kiméknél is, aztán jött egy ilyen hullámvölgy, hogy látod, hogy ebből
mi okozhatta egyrészt, vagy ez csak így, nem tudom, az enemik ilyenek voltak és kész, vagy látjátok ennek az okát, és hogyha megvan az oka, akkor ezáltal esetleg így a végét is annak, hogy mondjuk eljön a hullámvölgynek a vége, és akkor jön a, mondjuk amit most te is mondtál, hogyha mondjuk 2-3 erős mérkőzés jön, bocsánat, elmegy a hangom, akkor ugye a hullámvölgyből is egyúttal kimásztok. Ja, nem tudom, igen, viszont ez nem feltétlenül megoldás, tehát ezt a probléma oka nagyon egyszerű, lélektan, úgy hívják a dolgot. Tehát ez egész egyszerűen annyi, hogy elindultunk jól, aztán jött egy-két szoros meccs, és a szoros meccsek után már, amikor hogy mondjam, elkezdett még szorosabb lenni, és tehát lehet, hogy te azt pont nem is kasztoltad. Pont, de igen, az első kettő még szoros volt, igen, mert ilyen 10-13, meg valahogy ilyen vereségek voltak, és utána jött azt hiszem a kazaros. Azt hagyjuk, tehát, hogy az igen, igen, igen. Teljesen független, ők egy más liga, ők most csak így itt vannak, benéztek, feljárnak, tudod. Elverik szóval az ovisokat, ez semmi igen. Extra. Igen, de hogy igazából annyi van, hogy az elején jól tudtuk tartani a mentált, aztán valószínűleg egy kicsit a fejünkbe szállt az, hogy most akkor ezek így jól jönnek, aztán elkezdtünk kapni egy-két pofont, és akkor ugye ilyenkor, mint a kiskutyus hasalunk lefele, hogy hát akkor nem akarunk hibázni, akkor úgy nem vállalunk be dolgokat, akkor egy kicsit így széthullunk. Ezek egyébként teljesen normális dolgok, én azt gondolom, tehát hogy az ilyen kis, hogy is mondjam, hát szépen szakszóval teljesítményszorongás, ez azzal nem lehet megoldani, hogy elkezdesz sikeres lenni, mert nyilván mindig csak akkor nincsen ez, amikor sikeres vagy, tehát, de ezt azért nyilván értjük, hogy ez nem feltétlenül működik így nagyba, hogy mindig sikeres valaki. Hát ezt vagy megtanulja egy csapat szerintem jól kezelni, hogy mondjam, így a játékon kívüli dolgokban, tehát hogy tudom, igen, mondjuk ilyen sportpszichológus, ilyesmi, vagy igazából van a másik opció, már hogyha azt nem nézem, hogy ugye jönnek a sikerek, és akkor hirtelen minden megoldódik arra az időszakra, hát az meg ugye a forgatások szoktak lenni, én ezt nem kívánom nyilván magunknak, majd foglalkozunk ezzel, meg támogatgatjuk úgy egymást, ahogy tudjuk, aztán meglátjuk igazából, hogy merre fele ebbez ez a hajó. De szerintem ez így nagyjából ennyi, tehát ugyanúgy, ahogy nem tudom, profi szénában is el szokott fáradni egy line-up ilyenek miatt. Ez nyilván bármikor előfordulhat itt is. Már most nem azt akarom predesztinálni, hogy forgatunk bárki. Truli felkészül. Nem, bántjuk az öreget. Nem, csak hogy ez tényleg így szokott kinézni igazából. Nyilván, hogyha szerencséd van és felülsz egy vinvonatra, akkor ez tök jó, de maga a probléma szerintem nem oldódik meg tőle feltétlenül. Ja, értem. Hát akkor lehet, hogy tényleg hosszú távon, nem tudom, hogy nektek, ha jól emlékszem, mondtad, hogy van csapatpszichológus, egy sportpszichológus, nehéz kimondani ezt a szót, vagy lehet, hogy érdemes lenne, vagy akár nem tudom, az ismerősi körben akad olyan, akinek mondjuk ez a szakterülete, de azt hiszem talán neked is valami hasonló. Az ismerősi körben van, szerintem azt említettem neked, mi így nem voltunk, de lehet, hogy el kell küldjük magunkat egyszer. Amúgy, igen, gondolom sokan úgy képzelik el, hogy ez nem tudom, ilyen gyógytorna, meg bekötözik az ubbonyt rátok, de hát szerintem ez sokkal inkább ilyen, hogy mondjam, ilyen egyébként beszélgetés, tehát hogy semmi ciki nincs, olyan, mint hogyha az ember is elmegy egy pszichológushoz, mert nem tudom, úgy érzi, hogy rossz úton van mondjuk az élete, és nem ezért gyógyszerekkel fogják tenni, meg ilyesmi, úgyhogy szerintem még akár ez... Még a gyógyszerekkel szeretem. Az jó. úgyhogy igazából még lehet, hogy akár játékos formában is, nem tudom, ilyen csapatépítőszerű formában is ki lehet ezekből a dolgokból jönni. Úgyhogy kívánom azért nektek, hogy akkor a következő. Ugye jövő héten kedden lesz majd szerintem a következő meccs. Ja igen, a 19-e, az... Ja nem, az hétfő, mert az elmaradt mérkőzés, így van. De ugye az 19:30, az pont jó, mert akkor kimék meccs előtt tudom majd ezt még adni, úgyhogy itt leszek mindenképpen. Aztán hát addig jó felkészülést, meg jó pihit is nektek, és szorítani fogunk. Köszi, csumi, sziasztok! Szia! Neked is. Ups, lett, kinyomtam egy kicsit hamarabb. Bocsessz! Na, hát fiúk, lányok, nagy specialista vagy. Lett a szó. No, hát ennyi volt mára, igazából nem terveztem többet, ugye itt volt Settler stream. A holnapi nap folyamán a hétvég az egy kicsit ilyen bonyolultabban néz ki. Igazság szerint most nekem valamikor horizonoznom is kéne. De megnyitom magam előtt itt a dolgokat. Hát lehet, hogy a Horizon Forbidden West-et azt majd...
Lehet, hogy ez holnap lesz, mert ugye ez így előrébb fog csúszni a Tomb Raider helyére, és a Tomb Raider 3, mindig a Tomb Raider sínli meg ezeket a csúszásokat, beszarok. Tehát, hogy a lényeg az, hogy a holnap ilyen fél ötkor Horizon Forbidden West-ezni fogok, illetve azzal kezdek. Ne felejtsétek el, hogy holnap este 7 órától Mouse G2 az eSport 1 TV-n, az IEM Köln negyed döntőjében. Azt jó magam, illetve meg nem mondom, hogy kivel fogom kasztolni. Ha minden igaz, akkor szombaton pont Scorch kollégával fogok majd, Scork kollégával fogok kasztolni, ott még ugye nem tudjuk, az egyik elődöntőt, ahol a Vitality az egyik résztvevő, tehát a Vitality-nek a mérkőzése lesz majd, az biztos, ugye az ellenfelét még nem ismerjük. És akkor vasárnap még majd lesz egy szintén eSport 1-es, a show meccset fogom még én másodmagammal kasztolni. És a Tomb Raider 3 az mikorra fog becsúszni? Szerintem az valamikor szombaton, én azt gondolom, hogy talán inkább a Köln után. Ugye ez egy BO3, 3 órakor kezdődik, de szerintem ilyen legkisebb 6 fél felé vége lesz, és csak utána kicsit fogok Tomb Raiderezni is itt a csatornán, és jövő héttel pedig szépen minden visszaáll a megszokott régi kerékvágásba. Igaz, hogy még itt most a elhalasztott Manager Self mérkőzések miatt még ugye hétfőn is lesz majd összecsapás, de a hétfő az pont jól fog kijönni, mert 5 órakor egy kis Settlers 3, aztán Manager Self, és utána még a Violet mérkőzése is bele fog férni. A többit meg, nézzetek meg a techbarat.hu-n, illetve a Twitch profilomon is láthatjátok a naptárat, úgyhogy abban mindent beleírtam, és ha valami, bármi változik, akkor azt módosítani is fogom. Úgyhogy sűrű leszem úgy még a jövő hét is, de már eSport 1-es sajnos, vagy hál' Istennek, de nyilván abban a szempontból sajnos nem, hogy persze szeretem csinálni, és tök jó dolog, de hál' Istennek az pedig a saját szabadidőm szempontjából mondható, és akkor techbarát streamek is megint lesznek. És még egyszer mondom, aki esetleg kíváncsi arra, hogy hogyan valorantozom, még nem a következő hetekben, de azt is elkezdtem így gyakorolgatni, tanulgatni, a csében egy kicsit így kiégtem, tehát azért arról a szintről, ahol én vagyok, onnan ilyen szólóban, duóban, egyszerűen képtelenség premieremem tele csalókkal, a Faceit meg tele smurfökkel, úgyhogy tehát ma, illetve tegnapira folyamán, ma is nekem elszállt végleg, tehát így elszakadt a célna, és azt mondom, hogy jó, akkor letöltöm másodjára is életemben a Valorantot. Először sikerült egy mapot játszanom az első alkalommal, most már mentem jó pár kört Kabát Petivel, Dóval, és amúgy a mai utolsó mérkőzésem például már egész jól kiismertem, volt, nem is tudom, mi volt a pálya, nem valami Iceland, vagy mi volt a pálya, és egész jól ment, második lettem a freglistában, meg is nyertük a mérkőzést, úgyhogy egész jó. Hát ezek a képességek, meg a sok különböző ilyen operátor, hogy minek hívják, ezt meg kell tanulni, de abban is megvan most az én elképzelésem, hogy egy-egy operátorral fogok egy bizonyos időt játszani, kitapasztalni, megszokni, és akkor utána egy szépen egyesével betanulom őket, tehát nem hajt a tatár. Úgyhogy előbb-utóbb szerintem lesz Valorant is, mert amíg a csét, ezt nem fogják meghegeszteni, vagy esetleg valaki nem boostol ugye engem föl, olyan minimum level 5-6-ba Faceiten, ahol már talán onnantól fölfele nem nagyon vannak, vagy ha vannak is, akkor ilyen level 5-6 között billegnék, és akkor így oké, akkor leszarnám magasról. Akkor addig nem lesz nagyon csé, legalábbis streamben, meg szerintem amúgy sem. Néha megnézem, és hogyha a helyzet változatlan, akkor marad más. No, hát is látom, szépen el is fogyatkoztunk, pedig akartam rédelni még valakit, de akkor így most inkább a négy emberre nem akarok senki sem, az a megalázó, hogy csak két-három embert küldünk át. Úgyhogy ennyi volt már az SEA, illetve a Settlers 3 stream is. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Holnap ne felejtsétek el, hogy fél ötkor már a Horizon Forbidden West-tel fogok kezdeni, és utána 7 órától, pedig vagy már 7 óra előtt Mouse G2, IEM Köln negyeddöntő az eSport 1-en, úgyhogy az pedig aztán végképp kihagyhatatlan és izgalmas mérkőzés lesz. Remélem ott is találkozunk. Úgyhogy további szép estét mindenkinek, köszönöm, hogy itt voltatok, és köszi a csetelést is Krulinak, a Roymaxnek és még a többieknek, Mev Mardevik, micsoda, bocsánat, Mardviknek, Danixnek és még Palaornak is, hogy üzentek, illetve interaktívá tették ezt a ma estét. Várlak titeket legközelebb is, jó szakát, szevasztok!